lehet, hogy elfogult vagyok, de én nagyon tehetségesnek tartom ezt az évfolyamot. Az évek során figyelemmel kísérve a munkájukat, ugyanis nem tanítottam őket a 4 év alatt, de mint tanszékvezetőként azért igyekeztem szervesen részt venni az évfolyam életében. Tantárgyaikat, a tantervi hálójukat, azt nekem kellett kitalálni, és hát az volt a célom ezzel, hogy minél sokszínűbb tudást kapjanak, tehát minél több tánc stílus, tánc technikát, tánc műfajt tudjanak elsajátítani, minél magasabb fokon. Én ezt a programot már azért sokszor végignéztem, és ez is nagy örömmel, tehát hogy többször be is ültem, mert pozitív élményt kaptam az egész képesítővizsga programjától. Mai nap csodás volt, elképesztően jó érzés végezni ezzel az egésszel, mert nagyon sok vérizzadás van ebben az egészben, és nagyon jól esik a társaimmal ezt a közös atmoszférát érezni, hogy megcsináltuk. És mindenki odarakta a 100%-át. Hogy idáig eljutottunk, az szerintem még mindannyiunknak felfoghatatlan. Hát én 10 éve kerültem ide erre az egyetemre. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített az utamon. És egy kicsit szomorú is vagyok, hogy most véget ér ez a kaland. A láthatatlan munka úgy válik láthatóvá, hogy a stúdió, táncos és a mesterek hát igen komoly munkát végeznek mindig a előadások felkészülésére, úgyhogy ilyenkor a tervezett ötleteket valahogy meg kell ezt valósítani mindegyik helyszínen, úgyhogy ilyenkor mindig egy elég komoly közös munkát végezzünk. A 4. év végére, amellett, hogy technikailag is nagyon ki tudtak teljesedni, úgy érzem, hogy a színpadi jelenlétük is óriási mértékben fejlődött. Tehát olyan magabiztosan mozognak a színpadon, mint tulajdonképpen professzionális előadó művészek. Tehát nagyon, ezt a képesítővizsgaprogramot nekem nagyon-nagyon jó volt végignézni, és nagyon jó volt azt látni, hogy milyen magas színvonalon tudnak teljesíteni ezek a hallgatók. És azt is remélem, hogy mindegyikőjük megtalálja a pályán a saját helyét.